Sziasztok! Ebben a videóban egy Vimmo ProLine 24 g-os nyilat fogok nektek bemutatni. A terméket a Game Center biztosította a videóhoz. A doboz egy megszokott Vimmo csomagolás, ahol középen látjuk, hogyan is néznek ki a testek. A hátulja is teljesen szokványos. Itt is fel van tüntetve az a négy dolog, ami a Vimmo szerint fontos. A játékos, a termék, a precíz gyártás és a szenvedély. Kibontás után megkapjuk a készletet egy fekete szivacs tartóban. A testek külön vannak egy Vimmo hegyvédőben, és külön kapjuk meg a szárakat és a tollakat is. Tradicionális, egyenes test jellemzi, ami fekete onyx réteget kapott. A piros és fekete gyűrűk, valamint az aranyszínű Vimmo logó töri meg ezt a fekete színt. A fekete prizm szárak és dizájnban hozzáillő nagyobb standard tollak jellemzik. 90%-os Wolfram ötvözetből készült. A mintázata nem túl bonyolult. Ezek az egyforma radiális bemarások egy közepesen tapadó nyilat eredményeznek. mm-es fekete hegyet kapott a nyíl. Ennek a 24 g-os testnek 50,8 mm-es a hossza. Az egyenes testű hosszú nyilak közé tartozik. A test átmérője 6,9 mm. A grip 33 mm hosszan helyezkedik el. A műanyag szár és a nagyobb méretű standard toll 78 mm-rel növeli meg a nyíl hosszát. A test súlypontja toll és szár nélkül 21 mm-re van a test elejétől, a gyári szárral és tollal pedig 29 mm-re. Az első nyíl 24,21 század, a második is 24,21 század, a harmadik 24,20 gram. A gyártása tényleg precízre sikeredett. Ha tetszett a bemutató, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogy a soron következő videókról ne maradjatok le, mert hamarosan egy újabban jelentkezem. Sziasztok!